Jelenleg 700 ezer és 900 ezer forint közötti összeget kap az államtól egy fogorvos praxisának működtetésére. Azt állítják, ennyiből nem lehet ezt biztonságosan működtetni. A Magyar Orvosi Kamara fogorvosi tagozatának 2016-os számítása szerint 1 millió 600 ezer forintra lenne szükségük ahhoz, hogy egy fogorvosi praxist normálisan tudjanak működtetni. A fogorvosok, hogy nyomatékot adjanak követelésüknek, hétfőtől két hétig nem dolgoznak, vagyis leáll a térítésmentes ellátást nyújtó fogászati rendelők többsége. A fogorvosok az akció alatt csak az ügyeleti és sürgősségi ellátást biztosítják. Szekszárdon is több fogorvos szüntette be a munkát. A kormány a sztrájk előtt pár nappal ajánlatot tett nekik. Azt javasolja, hogy a közfinanszírozott ellátók még idén egy összegű 1,5 millió forintos juttatásban részesülhetnek. Jövő évben pedig 250 ezer forinttal, majd 2021-től újabb 140 ezer forinttal emelhetik a praxisok havi díját. Hiába fogadta el ezt a javaslatot a kamara fogorvosi tagozata, a sztrájkolók kitartanak a demonstráció mellett. Az akciót szervező Nagy Ákos fogorvos azt mondja, a kormány ajánlata, bár jóval több a mostani 700 ezer forintnál, még mindig kevés. Egész egyszerűen annyi fog történni, ami a fogtechnikával történt 2007-2008-ban, hogyha ezt a problémát nem fogják komolyan venni, akkor egész egyszerűen valószínű az fog történni, hogy a fogorvosok feladják a körzeteiket, mert azok a bérek, nem a bérek, az anyag, a minden, ami ehhez tartozik, az kigazdálkodhatatlan lesz. Ennyi pénzből nem csak a rendelő berendezéseit, saját magát és az asszisztenst kell kifizetnie az orvosnak, hanem a kezelések anyagköltségét is, tette hozzá. Nagy Ákos azt mondja, ha nem tudnak megállapodni a kormánnyal, megszűnhet a térítésmentes fogászati ellátás Magyarországon. A kormány a kért pénznek a felét teszi bele a fogászati ellátásba, akkor lehet azt mondani, sőt, végeztünk egy felmérést, tehát a lakosság is talán elfogadná azt, hogy ne szűnjön meg teljesen az ellátás, hanem akkor vezessünk be kopélymentet a fogászati ellátásra. Becslések szerint az akcióban több mint 1000 fogorvos vesz részt.